szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés! A kormány betolta a paksi hitelszerződést a parlament elé. Ez azt jelenti, hogy 10 milliárd euró értékű devizahitel ügyletbe kergeti az országot közel 5%-os kamatra, aminek nagyobb részét kötelezően az orosz partnernek 15 napos határidővel kell megfizetni. Tisztelt országgyűlés! Magyarország tragikus függősége 4 összetevőből áll, a torz gazdasági szerkezet, a növekvő jövedelemkiáramlás, a növekvő energiafüggőség, a növekvő államadóság, ennek az összeredménye alacsony bérek, és egy a külföldi tőkének és a belföldi oligarcháknak kiszolgáltatott összeszerelő ország. A torz gazdasági szerkezet továbbélését pontosan mutatják Szijjártó Péter minapi szavai, amikor ugye azt mondta, hogy Magyarországnak a térségben első helyen kell állnia a külföldi tőkevonzó képességben. Ezt a mesét hallgatjuk 25 éve. Ez a torz gazdasági szerkezet azt jelenti, hogy Magyarország miniszterelnöke azzal házzal Szaúd-Arábiában, illetve másút, hogy Magyarországon olyan kiszolgáltatott a munkaerő, és olyan keveset kell fizetni, hogy itt szabadon be lehet fektetni, és még adókedvezményeket is kapnak. A tőke szivattyúról, amiről egyébként miniszterelnök úr tavaly nyáron már beszélt, csak annyit, hogy 2009-ben a hazánkra irányított tőke szivattyú a GDP 4,7%-át vitte ki az országból. Ez az Orbán kormány alatt először 5,2%-ra, majd 5,4%-ra, 2012-ben 5,7%-ra, 2013-ra 6%-ra emelkedett. Pontosan azért várjuk, hogy a Fidesz-KDNP képviselői is aláírják a NAV vizsgálóbizottsági kezdeményezésünket, hogy állítsuk meg a jövedelem kiáramlást az országból. A jövedelem kiáramlásnak a másik fő útja egyébként az offshore paradicsomok. 4 éve követeljük, hogy az offshore lovagokat seprűzzék ki a közszférából, ehhez képest egy offshore lovag lesz a harmadik Orbán kormány fejlesztési minisztere. A paksi paktum pedig egyszerre növeli az ország energiafüggőségét és az államadóságot. Eléggé esélyes, hogy ez a hitelszerződés bele fog ütközni az alaptörvény 37. szakasz 3. bekezdésében, és könnyen lehet, hogy az Alkotmánybíróságon előbb-utóbb fel fog borulni. Tisztelt országgyűlés! A Fidesz álláspontja szerint Kovács Béla jobbikos EP képviselő egyenesen hazárulást követett el, amikor hosszú időn keresztül szervezetten és konspiráltan működött együtt az oroszokkal. Az a helyzet, hogy önök szervezetten és konspiráltan működtek együtt az oroszokkal, amikor ezt a hitelszerződést tető alá hozták. Az a helyzet, hogy akkor, amikor megállapítja a miniszterelnök 2011-ben, hogy az országnak ki kell törnie abból az ördögi körből, ami a lakossági devizaadósságból adódik, ezek után 3 év elteltével a saját kezével lök bele 3 millió háztartás, 10 millió magyar ember a devizahitel csapdába. A paksi bővítése felvett euróhitel ugyanis ugyanolyan hibás termék, mint amit a magyar devizahitelesekre sóztak rá a bankok. Itt ugyanis egyetlen fix pont van, a felvett kölcsönösszeg, amelyet a Moszkvában kifundált beruházási konstrukció alapján a Rosszatomnak szinte azonnal visszaküldünk Moszkvába. Ám azt, hogy a törlesztés során pontosan hány forintot kell kifizetniük a magyar adófizetőknek, a 20 évvel ezutáni euró árfolyam ismeretének hiáma senki nem tudja megmondani. A magyar adófizetők bevételei forintban keletkeznek, nekünk nem az számít, hogy hány eurót kell visszafizetni Oroszországnak, hanem az, hogy hány forintot kell megkeresnünk a hitel törlesztéséhez. Elmondta-e vajon az Orbán kormány a magyar választóknak azt, hogy minden magyar állampolgárnak legalább 600 ezer forintjába fog kerülni ez a paksi kaland? 2026-tól akkor is fizetnünk kell, ha nem készül el addig az erőmű, aránytalanul nagy terhet ró a következő generációkra és kormányoknak, miközben a hasznot a mostani beszállítók élvezik. Az orosz fél dönti el, hogy mi számít teljesítésnek, 15 napon túli késedelemnél 150%-os büntető kamat van, 180 napnyi nem fizetés esetén pedig csődbe dönthetik a magyar kormányt. A paksi erőmű bevételeiből nem lehet kitermelni ezt a hitelállományt, ennek a törlesztésnek kétféle forrása lehet, durva áramáremelés, illetve új adók, adóemelések. Tisztelt országgyűlés! Azt követeljük, ne tűzze napirendjére az országgyűlés ezt a paktumot, ellenben a kormány sürgősen indítson el egy zöld beruházási programot. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország jövőjét nem a jobban teljesítő Simicska Birodalom Radócz utcai központjában, nem a Bilderberg csoportban, és nem is szervezetten és konspiráltan kötött magyar-orosz paktumokba döntenék el. Köszönöm szépen!
Válaszadásra Szatmári Kristóf államtitkár úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Kérem Szatmári Kristóf államtitkár úrnak a mikrofonját bekapcsolni. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. Alapvetően az ön felszólalásával azt a problémát kellene előhozni, és az önök felszólalása eddig arról is szólt alapvetően, hogy kell nekünk atomenergia vagy nem. Erről természetesen lehet vitatkozni, hogy valaki mit gondol az energetika jövőjéről, viszont azt kétségbe vonni, hogy Paks eddig is, és a lehető bővítés után is a magyar energia függetlenség egyik fontos eleme lesz, az talán kicsit politikai kalandorság. És azt gondolom, hogy az is az, amit ön itt elmondott, hiszen valóban, ahogy említette, a kormány benyújtotta a paksi atomerőmű bővítéshez kapcsolódó magyar-orosz államközi hitelszerződésről szóló megállapodást, illetve az erről szóló törvényjavaslatot, tehát minden olyan, amit önök korábban kértek, az ma már nyilvános, és egyébként mindenféle nemzetközi szerződésre vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelel a benyújtott javaslat. A szerződés kapcsán két fontos tényre kell felhívni a figyelmet. Egyrészt a Nemzeti Energia Stratégia Országgyűlés általi elfogadása, illetve a paksi atomerőmű kapacitás fenntartásához szükséges előkészítésről szóló szavazati arány itt a parlamentben, az erről szóló felhatalmazás 85%-os volt a parlamentben, tehát azt mutatja, hogy széles társadalmi támogatottság van mögötte. Másrészt az orosz féllel kötött a nukleáris energia békés felhasználásáról szóló keretmegállapodás biztosítja az atomerőmű blokk felépítését, a meglévő berendezések biztonságos lebontását, az erőmű fűtőanyagának biztonságát és az elhasznált fűtőanyag elszállítását, továbbá a bővítéshez kapcsolódó munkálatok kedvező feltételekkel történő finanszírozását. Az ön által elmondottakkal ellentétben sikerült olyan megállapodást elérni, amely kiterjed az atomerőmű megújításának minden elemére, és amely biztosítja az egyes elemek közötti összhangot. Ezen felül maga a hitelmegállapodás is a piaci feltételeknél kedvezőbb kondíciókkal köttetett meg. A futamidő 30 év, a törlesztő részlet az erőmű üzembe helyezését követően kell megkezdeni. A fizetendő kamat a futamidő első 11 évében 4% alatti, az ezt követő 7 éves időszakban fokozatosan emelkedik. A kölcsön összhangban van egyébként a magyar költségvetés finanszírozási képességével, és ez a hitelkonstrukció az ön által elmondottakkal ellentétben megfelel az alaptörvényben rögzített adósságszabálynak. A kivitelezési szerződés természetesen euróban köttetik, ezért életszerűen elvárás lenne, hogy más devizában nehezen is lehetne megkötni, így logikusan a hitelt is euróban veszi fel. Egyébként csak jelzem, hogy az importált áramér is, aminek a kiváltását célozza meg a beruházás, ugyanúgy devizában kell megfizetni, mert sajnos Magyarországnak ilyen irányú kapacitásai nem elégségesek. Nem lebecsülendő egyébként a beruházás a magyar gazdaságra gyakorolt hatása is. Várhatóan 10 000 új munkahelyet teremt a beruházás, és akár 1%-kal is a tervek szerint növelheti a nemzeti összterméket. Az orosz féllel kötött megállapodásnak megfelelően a 10-12 milliárd eurónyi beruházás 40%-át magyar vállalkozások valósíthatják meg, tehát az a fajta pénzszivattyú, amit ön említett, az a magyar gazdaság felé tereli el a beruházás 40%-át. Ez minimum 4 milliárd eurónyi megrendelést jelent egyébként a magyar vállalati szektornak, és legalább 1 milliárd eurónyi adóbevételt a magyar államkasszának. Összességében a hitelszerződésről elmondható tehát, hogy a nemzetgazdaság szempontjából nagy horderejű paksi beruházás mind az energiaellátás és biztonság, mind a hazai gazdaság versenyképessége, mind egyébként a vállalati szféra és államháztartás számára jelentős pozitív hatásokkal jár. Én ennek figyelembe vételével kérem, hogy reálisan ítéljék meg és támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!